Mikszáth Kálmán egyik novellájáról írnak felmérőt a Marosvásárhelyi Katolikus Teológiai Líceum 9. osztályos diákjai. A nagy magyar prózaíró politikai karcolataiban számtalanszor mutatott rá korának társadalmi problémáira. A tanintézmény mai helyzete regénybe illő, bár ennek az érintettek örülnek a legkevésbé. A román korrupció ellenes ügyészség, a DNA 2016. novemberében indított eljárást az intézmény igazgatója Tamási Zsolt ellen. Őt és Stefan Szomesán, volt Maros megyei főtanfelügyelőt azzal vádolják, hogy törvénytelenül jártak el a líceum 2014-es létrehozásakor. A hatóság szerint akkor a tanintézet nem rendelkezett a működéshez szükséges engedélyekkel. Nagyon bizonytalanok vagyunk a jövőnkkel kapcsolatban, hogy akkor végül is most mi is lesz. Mi itt vagyunk az érettségi ajtaján, és egyszerűen szomorú, nagyon szomorúak vagyunk, és megdöbbentünk ezen, hogy velünk ezt teszik, és szerintem az a mi feladatunk most, hogy tényleg tanuljunk, és megmutatjuk azt, hogy mi is tudunk olyan lenni, mint más iskola. A tanárok félnek a kamera elé állni, de többen elmondták azt, hogy kiállnak az igazságtalanul meghurcolt igazgató mellett. Az intézmény vezetője az eljárás kezdete óta nem léphet be az iskolába, és nem is veheti fel a kapcsolatot az ügy érintettjeivel. A gyermeklétszám alapján az iskolában nincs aligazgató. Aláírási jog hiányában gyakorlatilag fizetésképtelen az intézmény. Az új tűzoltókészüléket a forgalmazó cég hitelezte meg a líceumnak, de az ugyancsak kötelező munkavédelmi tanfolyam árát sem fizették még ki. A tanárok két hónap után kaphattak fizetést, amikor a DNA decemberben engedélyezte, hogy az igazgató 4 órára bemenjen az iskolába és aláírja a bérutalási dokumentumokat. Ennél is súlyosabb terhet jelent viszont a bizonytalan jövő. Csíki Csengelének 4 gyermeke van, ő a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport tagja. Mi ezt a tanintézményt választottuk a gyermekeinknek, ezt találtuk a legjobbnak, katolikus teológiai liceum. Ennek a mentalitása a legszimpatikusabb ennek a 800 szülőnek, aki a 406 gyereket ide íratta be. Azért harcolunk, hogy azt az iskolát, amelyiket nekik kiválasztottunk, azt életben tartsuk. Miért nem a problémás helyzetekkel foglalkozik a feljelentő? Tavaly novemberben tüntetést tartottak az iskola mellett. A Civilek a Katolikus Iskoláért csoport tagjai azóta számos beadványban kérték a helyzet megoldását. A tanfelügyelőséget, a polgármesteri hivatalt és az oktatási minisztériumot is megkeresték. Sokan úgy vélik, hogy az egész ügy a román hatóságok bosszúja, amiért a magyar tagozat önállósult a kétnyelvű Unireál főgimnáziumtól. A legnagyobb gondot most az jelenti, hogy igazgató hiányában a jövő évre szóló beiskolázási tervet nem lehet leadni, ez pedig az intézmény létét befolyásolja. A hét elején viszont leváltották Nagyja Ráca főtanfelügyelőt, aki eddig keveset tett a kialakult helyzet megoldásáért. Az ügyben a korrupció ellenes ügyészség által szintén gyanúsítottként kezelt magyar főtanfelügyelő helyettes azonban bizakodó. Tárgyalunk, próbálunk egy hivatalos megoldást, és csak hivatalos megoldást, és biztos, hogy kapunk. 431 gyermekről nem mondhatunk le, plusz a pedagógusokról, és törvényes kereteken belül meg kell kapjuk a megoldást. Csíki Zsolt az RMDS tanácsosok frakció vezetőjeként vett részt a polgármesteri hivatal által az ügy tisztázására szervezett találkozón. A képviselő nem értett egyet azzal a román javaslattal, amely szerint a katolikus középiskola tagolódjon vissza az Unireál főgimnáziumba. Van egy olyan érzésem, hogy egy hátsó összeesküvés létezik a magyarság vagy a római katolikus ellen. Na hát mi azért vagyunk, hogy ezt mi próbáljuk megoldani, és próbáljuk meggátolni azt, hogy bárki is ártson a római katolikus iskolának. Az RMDS frakció azt a döntést hozta, hogy nem fog olyan iskolahálózati tervet megszavazni a következő tanévre, amelyben nem szerepel önálló jogi személyként a római katolikus líceum. Ebben az esetben a tavalyi dokumentum marad érvényes, amelyben szerepel az intézmény. Szerettük volna megkérdezni a polgármesteri hivatal véleményét is az ügyben, de az intézmény többszöri megkeresésünkre sem válaszolt.